Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Szenes Andrea vagyok, akinek sorsából és gondolataiból ma tanulunk, nem kell önöknek bemutatni. Ő Antal Imre. Szeretettel üdvözöllek. Kell egy csókolom. És köszönöm szépen a meghívást. Sokan tudják rólad, de azért elmondom, hogy az, hogy te az ország Antal Imréje lettél, ez tulajdonképpen egy pályamódosításnak, egy kényszerű pályamódosításnak köszönhető. Kérek szépen, ha megnézed a telefonkönyvet, a budapesti telefonkönyvet, több Antal Imre van benne. És a múltkor, a szeszélyes évszakokban összehívtunk néhányat, azt hiszem 6 vagy 7 Antal Imre van. Nem tudtak egymásról. És hát fölhívtam őket titokban, jöttek, és ott ültek, vártak, hogy jaj, jó napot kívánok. Kedves nézőink, kedves közönség, megkezdjük a mai adásunkat. Mutatkozzék be a kedves nézőknek. Az Antal Imre vagyok. Több így fölkapta a fejét, már elkezdtek röhögni. Ön szabad a kedves nevét, az Antal Imre vagyok. Tehát ott voltunk 4-en vagy 5-en Antal Imrék, és mind más, egyik kicsi, másik nagy, pohos, sovány, koros, fiatal, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogyha valaki az ország Antal Imréje, ennél nagyobb személyes karrier el sem képzelhető. Ez egy ilyen ország. De valahogy, amikor készültem erre a beszélgetésre, és kérdeztem a kollégáinkat, akkor valahogy téged mindenki szeretett. Róla senki nem mondott rosszat. Érdekes, nem tudom miért. Milyennek a titka, hogy téged mindenki szeretett? Nem tudom, talán és tisztelem a többieket. Tisztelem. Nem azt mondom, hogy szeretek mindenkit, az más. Szeretni valakit tisztelni. Én mindenki tisztelek és megbecsülöm őket. Tudom, hogy ez a dolga, ezt csinálja, azt csinálja. És ha megbízhatóan jól csinálja, hát miért ne tisztelném? Ez a sorozatunk az egész életen át tartó tanulás, a felnőtt korban történő tanulás megismeréséről, illetve népszerűsítéséről szól. És valahogy a te életed példa arra, hogy egy kényszerű újraképzés milyen sikerekbe, csúcsokra juttathatja el az embert. Jaj, nem, nagy szavak. Hát, hogyha zongoraművész maradtál volna, amiben tudom, hogy kiváló voltál. Köszönöm szépen. Hisz olyan tanítványaid vannak, mint Presser Gábor. De mégis, hogyha zongoraművész maradtál volna eredeti foglalkozásodban, akkor hogyha azt mondom, hogy Antal Imre, akkor nem mindenki mosolyodna el. Hát nem tudom. És kérlek szépen, az a bizonyos írásgörcs, ami miatt kénytelen voltam abba hagyni a zongorázást. Ugye egy bekapart így a kezem. Ez most úgy tűnik, hogy elmúlóban van. Úgyhogy múltkor fölhívott a zenemű kiadó, képzeld el, hogy Antal úr, halljuk, hogy a keze talán rendbe jön. 20 000 forintért figyenkottákat tőlünk. Képzeld el, úgyhogy hazavittem Chopin keringőket, meg nem tudom mi a fenéket, úgyhogy... De hát még egyszer olyan... fogsz pályát módosítani. Nem tudom, nem tudom. Hogy kezdődött? Miért akartál zongora művész lenni? Gyerekkoromban, még Hódmezővásárhelyen, egy unokabátyám, akihez átjártam villanyvonatozni, meg katonást játszani, volt neki egy zongoratanárnénie. És a zongoratanárnéni jött, és órát adott a Józsikának. És mondták, hogy most Imriske, tessék leülni, és maradj szépen csöndbe. És én ültem, és így figyeltem. És azt mondta a tanárnéni apámnak, hogy kérem, tanár úr, én figyelem ezt a gyereket. Ez olyan nagy figyelemmel és őszinte érdeklődéssel kíséri ezeket a zongoraórákat. Próbáljuk meg őt is zongorázni, tanítani. És apám mondta, hogy jó, hát nézze Klári, hát akkor tanítsa, ott tegye meg a fele. És elkezdtem zongorázni, tanulni. És pillanatok alatt, hál' Istennek, valami olyan eredményeket produkáltam, amit állítólag mások annyi idő alatt nem. De minden nagyon szépen ment, minden nagyon jól. Aztán jött ez a furcsa megbetegedés, ez a furcsa úgynevezett írásgörcs. Így bekapart a kezem. Így bekapartak. Képzeld, elmúlt. Hát ez még majd olyan lesz, hogy már gyakorolni kell. Mert úgy kiülni, hogy a kedves hallgató, vagy néző, vagy akárki azt mondja, hogy hát, ja, Isten, na hát az annak ide, azt nem. Vagy Ritorna Vincitor, érnekik az operában, hogy térj vissza győztesen, vagy ne, akkor izajött inkább játszál sakkot, vagy kuglizzál. Elébe nézzünk visszatérésednek. Hát remélem. De kanyarodjunk vissza még a régi zongoraművész Antal Imréhez. Beleélem magam, hogy zongoraművész vagyok, sikeres vagyok, jól is érzem magam, és egyszer csak jön egy olyan betegség, ami miatt az én szeretett, imádott foglalkozásomat nem tudom folytatni. Mi volt akkor a fejedbe? Kérlek szépen, megmondom őszintén, hogy foglalkoztam az öngyilkosság gondolatával. És hát most már elmerem mondani, hogy kedves nézők szeme láttára, fülhallatára, én az alkoholhoz nyúltam. Voltam elvonó kúrán. Odáig jutott a dolog. Hála a jó Istennek, ma már egy pohár sört megiszom, az nekem bőven elég. Voltam bent, ha nem is zárt intézetben, de bizony,
hogy mondjam, nem kórházban, hanem szanatórium. Hogyan következett be a fordulópont? Tehát gondolkoztál azon, hogy hogyan tovább, mit fogok csinálni? Ezt akartam csinálni, ezt csináltam jól, hogyan tovább? És ekkor jött egy csodálatos mankó, bizonyos Békési József nevű fiatalember, aki a televízió ifjúsági osztályának volt fő dramaturgja, vagy nem tudom mi a fenéje. És a Fiatal Művészek Klubján odajött, és azt mondja, Imre, hát halljuk, hogy te egyszerűen, hát gyere, legyél műsorvezető. Én, televíziós műsor. Igen, kedvedért csinálunk egy műsort, fiataloknak. Te akkor már felnőtt voltál te is. Az lesz a cím, hogy Halló fiúk, halló lányok. Így indult el az én televíziós karrierem, Halló fiúk, halló lányok. És ez ment a 20 évig, vagy meddig. Aztán ez abban maradt, aztán jött a Szeszélyes évszakok. Az ment még 20 évig. Ami most is megy, és nagyon szeretem csinálni a televíziót. És aztán majd talán zongrázni is fogok. Ezt még nem merem ígérni.